A megemlékezés a tavaly márciusban felavatott Szilágyi turulszobor előtt kezdődött. Kurin István plébános áldása után a résztvevők elhelyezték az emlékezés virágait az első világháború áldozatainak szentelt emlékmű előtt. Az ünnepi műsor a helyi művelődési házban folytatódott, a himnusz hangjai után alkalmi műsor kezdődött, amelyet megelőzően a résztvevők egy perces néma csenddel emlékeztek Pásztor Istvánra. A résztvevőket Súrján Csaba, a helyi József Attila Művelődési Egyesület elnöke köszöntötte, majd dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség megbízott elnöke mondott beszédet. Nagy megtiszteltetésként élték meg a szilágyiak, hogy a Magyar Szórvány napjának vajdasági központi ünnepségét idén ebben a nyugatbácskai faluban tartották meg. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy minket kértek fel erre az ünnepségre, hogy megtartsuk. Másrészt pedig ekkora rendezvény a falunkban, hát mondhatom, hogy tavaly esetleg a turul szobornak a koszorúzása, meg felszentelése volt, de az se volt ekkora jelentőség, és ennyi magyar ajkú a faluba már régen volt látható, és nagyon örülünk, hogy ennyien megtekintették ezt a szép kis települést. A Magyarországgyűlés Bethlen Gábor születésének és halálának évfordulóját 2015-ben a Magyar Szórvány napjává nyilvánította. Azóta ünnepeljük Kárpát-medence szerte a szórvány közösségeket november 15-én. A Magyar Nemzeti Tanács beemelte a jeles dátumot a vajdasági magyarság ünnepnapjainak és jeles napjainak sorába. A Művelődés Szövetség megpróbál egy kovász, egy katalizátor szerepet ellátni, megpróbálja azokat a vágyakat, azokat az ötleteket, azokat a kezdeményezéseket felkorolni a közművelődés, a művelődés terén, amelyek ezekben a kis közösségekben megszületnek, és amely megszületett annó, ahogy Súrján Csaba elnök úr megfogalmazta a Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok 2007. évi megnyitó ünnepsége vonatkozásában, hiszen akkor itt volt az ünnepi játékok megnyitója, a szilágyi tűzoltó otthonnak az udvarában. A Vajdasági Magyar Szövetség nem tesz különbséget Tömb, Szórvány és Sziget közösségek között, ugyanakkor tisztában vannak azzal, hogy a Szórványban élőknek sokkal nehezebb, mint a Tömbben élőknek, hangsúlyozta dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség megbízott elnöke. Éppen ezért próbáljuk azt kifejezésre juttatni nap mint nap a munkánk során, hogy odafigyelünk a Szórványban élőkre, nincsenek magukra hagyva, legyen szó akár nyugatbácskai, délbánáti, középbánáti, szerémségi, délbácskai környezetben élő magyarokról. Igyekszünk az infrastruktúrális fejlesztések alkalmával is odafigyelni a Szórványban élőkre, tehát nem csak Szabadkát, nem csak Magyar Kanizsát, nem csak Zentát fejlesztjük, hanem itt Nyugodtbácskában is történtek az utak felújítása terén beruházások az elmúlt időszakban, ugyanez mondható el a Délbánátban vagy Középbánátban élők esetében is. A 8. alkalommal megszervezett rendezvényt a helyi József Attila Művelődési Egyesület kezdeményezésére a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a Dunatáj Egyesülés Nyugat-Bácska Régió Fejlesztéséért nevű szervezettel közösen valósította meg.